Tisztelte, köszöntöm Önöket! Április 23-án zuglóban választás lesz, és még mindig nem tudjuk, hogy mit tud az MSZP. Vajon milyen alvilági ügybe keveredhetett bele Sápi Attila, volt MSZP-s képviselő, aki több mint egy évvel ezelőtt eltűnt, és ezért kellett kiírni az időközi, időközi választást. Eddig semmilyen magyarázatot nem kaptunk egyetlen egy szocialista politikustól sem, sem a budapesti MSZP-től, sem az országos vezetőktől. Mi most szeretnénk erre a kérdésre választ kapni, hiszen úgy néz ki, hogy rendkívül rejtélyes ügyjel állunk szemben. A, nem csak a politikus tűnt el, azt se tudjuk pontosan egyébként, hogy az eltűnés mit jelent. eldukták valakik, el kellett valahova menni, le kellett lépnie, vagy pedig hát végleges megoldást kerestek, akik mondjuk eltették lábalól. Tehát ezek mind nyitott kérdések, és szerintem önmagában is érdekesek, de akkor érdekesek igazából, amikor megnézzük a körülményeket, és ugye azt tapasztaljuk, hogy itt azért valamilyen deliktum, valamilyen bűncselekmény csak van a, a háttérben, mert van egy százmilliós köztartozás, aminek nem leli a helyét senki, és ez a százmilliós köztartozás pedig pont Sápi Attilához, az eltűnt képviselőhöz köthető, és ebben az ügyben már a rendőrség is nyomoz, csak az MSZP nem hajlandó megszólalni. Persze nem csodáljuk, hiszen egyre több olyan ügy van, egyre több ilyen nagy pénzt érintő, nagy közpénzt érintő ügy, amiben most már nyakig benne vannak az MSZP-s politikusok. Ugye itt az elmúlt időben több rejtélyes eset van, ha csak a metródossziét, a négyes metródossziét feszegetjük, akkor azt látjuk, hogy ez tele van baloldali, balliberális politikusokkal, azonban valamilyen oknál fogva ezek mind a parlament ö, ö, gazdasági bizottsága elől, mind a fővárosi önkormányzat vizsgáló bizottság elől, minden elől megpróbálnak menekülni. Szerencsére már ebben a 167 milliárd forintot érintő minden idők legnagyobb korrupciós botrányában 167 milliárd forintot érintő ügyben is komoly rendőrségi nyomozás van. Legutóbb épp a Nemzetbiztonsági Bizottságon számolt be róla a főkapitány úr, és én azt gondolom, hogy olyan szállakat is vélek felfedezni, amit a Nemzetbiztonsági Bizottságnak kell majd ebben az ügyben. Természetesen a nyomozás segítése érdekében nem nyilvánosan, de mindenféleképpen vizsgálnia kell. És akkor itt van a legutóbbi ügy, Botka László miniszterelnök jelölt és Szegedi polgármester ügye, a Szeviép ügy, ott 11 milliárd. 11 milliárd és valami 500 ember, aki nem kapta meg a fizetését. Tehát ugye itt még, még súlyosbítva van a pénznek a. a hogy mondjam, már. tehát a pénznek a lenyúlása, pénznek az eltűnése még abban is súlyosbítva van, hogy egyébként meg munkavállalókat, meg hazai vállalkozókat is érint, akiket még ki fizettek az elvégzett, elvégzett munka tekintetében. Tehát rengeteg a zavaros ügy, és még egyszer a legfontosabb, hogy eddig semmire, semmilyen magyarázatot nem kapunk. Mindenki csak tolja maga elől ezeket a dolgokat, senkinek semmi köze hozzá, ám mindig fölbukkannak az mszp s képviselők, és szeretnénk végre arra magyarázatot kapni, hogy mi van ezekben az ügyekben. De hogy visszatérjek az zuglói ügyre, hiszen hamarosan választás van, és ez a választás is nagyon érdekessé teszi. Az embereknek joguk van arról tudni, hogy miért is kell választást tartani, joguk van arról tudni, hogy milyen körülmények között tűnt el az a képviselő, akinek most a helyét egyébként a msp s jelöltek is szeretnék majd betölteni, ezért felszólítjuk az MSZP vezetését, hogy ebben a kérdésben álljon a nyilvánosság elé, és tegye világossá, hogy vajon ez a 100 milliós köztartozás hova tűnhetett, tegye világossá, hogy mi lett az ő képviselőjével, Sápi Attilával. Köszönöm szépen, hogy.